Azaria volt az elmúlt évben az augusztus 20-ai rendezvény sorozat sztár fellépője. A Szent István nap idén sem maradt színes események nélkül, ezt Szabó Péter polgármester és Márkus Zalán, a szervező Csengei Dénes Kulturális Központ igazgatója jelentette be sajtótájékoztatón. A rendezvény sorozat már augusztus 17-én elkezdődik, főhelyszíne az Ürgemezei Szabadidőpark lesz. A fellépők közül tényleg csak felsorolásszerűen Kowalski meg a Tűzvirág tánc együttes, Jude Law, Wilcox, Jamina, Lotfi Beggi, az Elefánt és a Magna Cum Laude is fellép, és az egész rendezvény sorozatot 17-én 5 órakor egy Brass-Mess fesztiválnyitó közel 300 fúvóssal fogjuk megnyitni. Emellett a kilátogatók különféle gyermekprogramokkal is találkozhatnak, és újításként 17-én reggel 10-től este 6 óráig egy Airsoft versenyt tervezünk meghirdetni, ide várjuk majd 4 fős csapatok jelentkezését. A 3 napos rendezvény sorozatba az önkormányzat is bekapcsolódik, erről Szabó Péter polgármester beszélt. Augusztus 20-án 10 órakor a Jézus Szíve templomba is várunk természetesen mindenkit, aki ünnepelni szeretne. Igazából az államalapítás ünnepéről van szó, az egyik legfontosabb ünnepe Magyarországnak. 10 órakor tehát várunk oda minden érdeklődőt, természetesen a szentmisét követően a szokásos kenyérszentelésre is sor fog kerülni a történelmi egyházak részvételével. A polgármester kiemelte, ebben a 3 napban mindenki megtalálja a számára kedvező programot, és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a Kulturális Központ idén is többnapos, színvonalas programsorozattal készül.